Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. Önök utánpótlás kézilabda bajnoki mérkőzést tekinthetnek meg, mégpedig ifjúsági csapatunk találkozóját, az Enjoy Robotics Fehérgyarmat együttese, a Tiszavasvári Sport Egyesület ifjúsági csapata ellen játsza egyébként ezt a mérkőzését. Zárt kapuk mögött a Fehérgyarmati Városi Sportcsarnokban, de ugye a kameránkkal mi jelen lehetünk és kihasználjuk a lehetőséget. Bíró Tibor operatőr kollégával rögzítjük a mérkőzést, és azt láthatjuk, hogy bent van az első találata a fehérgyarmati csapatnak, és Pálfi Zalán szerzi ezzel az emeléssel, amivel már is vezet tehát a fehérgyarmati ifjúsági csapat. Egyébként önök, ha ugye közönség morajt is hallanak, itt a csarnokban az azért van, mert ugye hát egy kicsit ugye a BL meccsekhez hasonlóan itt is élünk ezzel a lehetőséggel, és itt van a második találata a fehérgyarmati ifjúsági csapatnak, Miski Zoltán a szerzője. Ezzel tehát 2-0 a fehérgyarmati csapat javára. 12-es Bihari Bence, 13-as Szegrédi Péter, 44-es Szegrédi Bence, 88-assal Miski Zoltán, 42-es Diószegi Szabolcs Kornél, 22-es Nagy Zsolt, 72-es Fekete Máté, 3-as Nagy Kristóf Zsolt, 11-es Pálfi Zalán, 9-es Szabó Gábor, 76-os Bodnár Ádám. Figyeljük az újabb lehetőséget, és a harmadik gólunkat dobjuk. Miski Zoltán megint a gólszerző, második gólja már. 5-ös Nagy Ádám, 4-es Bíró Martin, 18-as Varga József Armand a csapat szakvezetője, Szabó Péter, és segít most neki serdülő csapatunk játékosa Somjai Róbert. És itt egy védés. Bihari Bence védett. Ugye vannak játékosok, akik Debrecenből most már ugye haza igazoltak itt az online helyzetben. Most 22-es számú játékosunk Nagy Zsolt is ezek közé tartozik, tudomásom szerint, és ő dobja egyébként a gólunkat. Nagy Zsolt góljával 4-0 arányba vezet most már egyébként a fehérgyarmati utánpótlás csapat. Túl sok variálási lehetőség a vendégek mesterének nem lesz, hiszen a kispadja, hát, hogy is mondjam, edzőn kívül más nincs ott, hiányos. Gól dobnak a vendégek, megvan az első góljuk, Nácsa Gábor. Egyébként ugye hamar el lehet mondani a vendégcsapat összeállítását, 12-es Bódor Martin, 3-as Vajda Milán, 8-as Kőszegi Krisztián, 10-es Simon Zoltán, 7-es Szakácsi Mário, 15-ös Nácsa Gábor, 14-es Kovács Benedek, Gyulai Ákos a csapatedzője. A mérkőzést Bíró Dávid Márk és Tarlavölgyi Gergely vezetik. Egy zúgó kapufa Pálfi Zalántól. Megszerzik a labdát most a tiszavasváriak. A csere nélkül játszó tiszavasvári csapat tehát. Itt egy bomba fölé száll, Kovács Benedek bombája volt ez. Egyébként ebben a háttér zajban is a stábunk részéről volt közreműködő, hiszen Bíró Tibor kollégám segített ebben a kéziseknek, hogy legyen egy kis meccs atmoszféra, ugye háttér zajként is. 4-1 arányban vezet tehát a fehérgyarmati csapat. Hohoj, Nagy Zsolt! Mit a zsinóról húzták volna, gyönyörű gólt dobott megint. Ezzel 5-1 már a találkozó állása. A verseny bírói asztalnál ugye Bakó Eszter és Szabó Gábor ülnek. 5-1 tehát. Szabadobását elvégzi a tiszavasvári csapat. A bejátszás Pálfi ellopja, elcseni. Pálfi! És ott az újabb gól. Aki szerzi, az pedig Nagy Ádám. Több serdülő játékos tehát itt az ifisták között. És eddig egy roppant felszabadult játékot produkálnak a legények a tiszavasvári ellen. Hát nem egyszerű ilyenkor egy edző helyzete,
amikor ugye egyetlen egy cserejátékosa sincs, amikor nem tud variálni. Egyébként csonkább lett a mai nap attól, ahogy tervezve volt, ugyanis női mérkőzés is volt a tervekben, illetve hát az eredeti menetrend alapján komplett Fehérgyalmat Tiszavasvári nap lett volna, ugyanis megyes osztály bajnoki női kézilabda mérkőzést is játszottak volna, amire azonban nem került sor, ugye betegségek miatt el kellett halasztani a női mérkőzést. Így ifi és felnőtt meccset játszanak egyébként. És itt látjuk a gólt. Köszegi Krisztián szerzi a tiszavasvári csapat második gólját, 6-2. Erre módosult át a találkozó állása. Nagy Zsolt, Nagy Ádám, Diószegi, Szabó Gábor, Pálfi Zalán, Miski, és hát természetesen Biari a kapuban most a pályán lévők a Fehérgyalmati csapatnál. Azért nekünk van cserénk, hogy mi tudunk variálni, és Pálfi Zalán a szokásos lövőcsel, de hátvédek átverve, aztán jön a lövés, Pálfi góljával pedig 7-2 az eredmény, a mérkőzés állása most már 5 gólos előny tehát. Új, nagy gólt dobott Kovács Benedek a vendégek részéről. Jól eltalálta ezt a lövést. No, hát potyognak a gólok. Miski, gyönyörű szélről. Szép volt a labda ki Miskinek, aki érkezett és a 8. gólunkat dobja. Nem védhette a kapus. Nyolc három tehát. Igazán gólgazdag meccset tudunk rögzíteni önöknek. Nem történt szabálytalanság itt az indítás Biaritól. És itt a gól. Miski tette be középre Nagy Ádámnak, mintaszerű volt. Nagy Ádám pedig él az adódó lehetőséggel. Szabó Péter elégedetten konstatálhatja, hogy 6 góllal vezet most már a csapata. Természetesen az ifisták közül lesz, aki majd a felnőtt mérkőzésen is ugye jelen lesz és beleszírva a felnőtt csapat a pályára is fog lépni. Szélről egy kapufa. Egy 7 méteres. A vendégek 8-as számú játékos a Kőszegi Krisztián. Ő harcolta ki egyébként ezt a hetest. Ő fogja dobni a büntetőt. Bedobja. Kőszegi higgadt volt, 9-4-re módosul a találkozó állása. 13 gólt láthattunk már akkor, amikor 8,5 perc telt el a találkozó első félidejének rendes játék idejéből. Az Enjoy Robotics Fehérgyarmat ifjúsági együttese 9-4 arányban vezett át a tiszavasvári SL megyei ifirangadó tehát. Egészen hivatalosan a harmadosztály D csoport, Védakapus Diószegi bombáját hárítja. Diószegi Szabolcs Kornél próbálkozott célről. És nem véletlenül bombázott fölé ott a tiszavasvári játékos. Volt egy szabálytalanság ott a részünkről. Bódor Martin egyébként a tiszavasvári kapujában. Ő védett bravúrral az előzőekben. Egy ügyes lövőcsel, de lépéshiba volt ez már így. Tarnavölgyi játékvezető mutatja Biari indítása. Vonalon volt már Miski. Bravúros mentés volt ez. Vajda Milántól, Tiszavasváriból. Visszarendelik a játékvezetők, most már mi jövünk.
9-4 tehát. Szóval picit másabb a légkör, így mintha teljesen néma csarnokban folyna, csordogálna a mérkőzés. Nagy Zsolt mellé bombázott ezúttal. Amikor Nagy Zsolt kaput talált, az eddig gól volt a meccsen, most mellé lőtte ezt a lövést. Jöhet a Tiszavasvári. Vajda, Kovács Benedek, Kőszegi. Újhaj, kemény védekezés volt, bravo Szabó Gábor. Kovács Benedek feláll a földről. No, szélről Bihari Bence védett. Simon Zoltán. Onnan nem lehet Bencének gólt lőni. 9-4 tehát. Szépen széthúzzuk ott a fal előtt. Lövő helyzetig és egy zúgó kapufa Nagy Ádám. Ügyesen volt végigcsinálva. Diószegi. Bravúros mentés. Pacsi Szabó Péterrel. És Nagy Zsolt. Húj, mekkora gólt dobott megint. A tizediket. Mármint Fehérgyarmati részről a tizedik találat ez. 14. A meccsen már 14 gól esett, mert azért 4-et dobott a Tiszavasvár is. Zavaróba kijövünk egyébként, végig Nácsa Gáborra. Ugye Nagy Ádám. Egy lövés Vajda Milántól. Vajda Milán fogja a vállát. Nagy Zsolt meg gólt dob. És egy 2 perces kiállítás. Szakácsi Máriót állítják ki a játékvezetők. Konkrétan bíró Dávid Márk az, aki leparancsolja a játéktérről 2 perccel a tiszavasvári játékosát. Ember előnyben kézilabdázunk tehát, és 7 gól a meccsen az előnyünk. No. Na nézzük a tiszavasvári támadást. Itt egy bejátszás. Ember hátrányba gólt dobnak. Ez egy jó meglátás volt egyébként Vajda Milántól és Nácsa Gábor. Él a lehetőséggel. Mi több labdát szereznek, de szabálytalankodnak is a vendégek. Elismeri ott egyébként ez Kőszegi Krisztián, Diószegi Szabolcs Kornéllal szemben. Marad a labda nálunk. 11-5 tehát. Ember előnyben a fehérgyarmati fiatalok. A csere nélkül, és jelenleg ember hátrányban, egy 2 perces kiállítás miatt ember hátrányban játszó Tiszavasvári ellen. Akik labdát szereznek, kérem szépen. És Bihari Bence! És Bihari Bence még a lelki világát is tönkre veszít Kőszeginek egy, illetve Vajda Milánnak elnézés egy hatalmas kiáltással bravúrja után, de időközben azért még hadd mondjam, hogy Nagy Ádám meg gólt dobott a támadásunkból. Bravo Ádám! 12-5! Fél percig vagyunk még ember előnyben. Labdaszerzés. Varga József Ármánd indít, Miski gól! Nem háríthat a kapus. 13-5. Lassan a félidő feléhez fogunk érkezni a rendes játékidőt illetően. 8 gól az előny a fehérgyarmati fiataloknak, kiegészül a tiszavasvári. Egy kapufa szélről, egy gól szélről. Simon Zoltán dobja a tiszavasvári 6. gólját.
Na kérem szépen. 13-6. Miski. Nagy. Pálfi! Hohojjáj! Ez igen, Pálfi Zalán. 14-6. Ezzel a gyönyörű Pálfi góllal. Túl vagyunk az első félidő rendes tiszta játék idejének az első felén. Most már 8 gól az előnye a fehér gyarmat csapatának a csere nélkül játszó Tiszavasvári ellen. Biari Bence megvéd. Kovács Benedek próbálkozott egy lövéssel. De ez olyan megoldhatatlan problémát nem jelentett Bihari számára. Diószegi, Nagy Ádám, Nagy Zsolt. Pálfi, Miski. Vissza Miskihez. Oh, micsoda figura volt ez. Nem jött be, mert ott vonalra ráléptünk, de na hát, ami szép, a szép. Most mondhatnám, hogy a közönségnek játszottak a fiúk, ha lenne közönség. Persze rendezők vannak, nekik játszhatnak. Egy figyelmeztetés ott. Tizennégy hatnál támad a Tiszavasvári. Ezt nagyon jól csinálták, nagyon jól csinálták. Ahogy ott széthúzták a védőfalunkat, hát azelőtt most le a kalappal. Már csak Gábor dobta a gólt. 14-7. Ami szép, az szép. Nagy Ádám, Diószegi. Nagy Ádám Nagy Zsolthoz játszik. Pálfi Zalán, Nagy Zsolt, Nagy Ádám, beközépre. Miski fut itt bekeresztbe. És Nagy Zsolt meg. Ú, de nemes egyszerűséggel bebombázza a hálóba gyönyörűen ezt a labdát. 15-7 ezzel a találkozó állása. Hát majdnem percenkéti gólátlaga van a fejegyelmet ifjúsági csapatnak. Azért ez nem rossz termés, valljuk be. Majdnem elcsipi Diószegi. Kőszegi. Leszélre. Ajjaj. Nagyon fölé bombázott Simon Zoltán. Biari Bence indítása. Pontos Diószegi. Kapufa. De vonal is volt már. Hát a második félidő lesz még érdekes itt csere nélkül a vendégeknek. Amikor azért már a szufla fogyóban. Tizenöt hét. Hát ilyet is megértünk. Kérem szépen. Laptopról szól a doppergés. Ez hozza az árt kapu. De mondom, így egész más feelingje van. És itt sárgalapos figyelmeztetés is volt. Varga József Armand kér elnézést Vajda Milántól. Legutóbb ifjúsági meccset, amikor rögzítettük Armandot, akkor kiállították a meccsen. Reméljük, ma nem ez lesz a történet vége. Most egy sárga lap, ugye? Vajda. Simon. Kőszegi kapufa. Jöhet a Tiszavasvári. Kőszegi kapufája után a labda a földön ülő Nagy Zsolt hátára vágódott.
És akkor, tisztelt nézők, egy időkérés. Tisztelt nézők, az időkérés után folytatódik a találkozó. Az Enjoy Robotics Fehérgyalmat Tiszavasvári Ese ifjúsági bajnoki kézad a mérkőzés is. Goldoba vendég csapat, Kovács Benedek ellenállhatatlanul betört. És bedobja a csapat a 8. gólját. De már is ott vagyunk a kapu előterében, Pálfi Zalán, Nagy Zsolt, Nagy Ádám, Nagy Kristóf, no három nagy a jobb szárnyunk. Pálfi Zalán kapufája, de szabálytalankodtak is vele szemben, ezért szabad dobás következik a Fehérgyalmati csapat javára. Varga József, Armand elvégezte, Miski, Pálfi, Nagy Zsolt, Nagy Ádám, Pálfi bejön középre, Nagy Zsolt ide a bal kettőbe. Levágódik a lövés a védőkről, Nagy Kristóf megmenti. Nagy Zsolt, oly mekkora gólt dobott megint! Gyönyörű gólt dobott Nagy Zsolt. 16-8. Dupla annyi gólt termeltünk, pontosan, mint a tiszavasvári. Az eddig eltelt mintegy 21 perc alatt. Szabad dobás. Pálfi Zalán picit szabálytalan volt Vajda Milánnal szemben, de az éles szemű játékvezetők ezt kiszúrták. Varga József Armand blokkolt. Sárga lap, szerintem Nagy Zsolt kapta. A miénk közül természetesen. Simon kisebb nehézségek árán, de megmenti a labdát. 7 méteres. Sárga lap. Varga József Ármánt kapja a sárgát. Kovács Benedek harcolta ki a hetest, aki dobja pedig Kőszegi Krisztián a Tiszavasváriból. Bedobja. 16-9-re módosul a találkozó állása. 8 perc van hátra a találkozó első félidejéből. Magabiztos fehérgyarmati előny. Szinte a meccs kezdetétől tudatosítja erőfölényét. Ugye itt a mérkőzés menetében a fehérgyarmati ifjúsági csapat, Szabó Péter együttese. Hamar elhúztak a fiúk. Nem tudtak még a vasváriak felpörögni, akik csere nélkül jöttek ma el ide Fehérgyarmatra. Így kell végigjátszani a mérkőzést. Egy kapufa, Miski, egy védés. Na ez bravúr volt most Bodor Martintól. Lépéshiba Kovács Benedeknél. És jöhet a fehérgyarmati csapat 16-9-nél. Nagy Ádám néz ki a mesterére, Szabó Péter, aki mutat valami figurát, hogy mi is fog következni. Egy bejátszás. Varga József Armand. Hohoj! Armand, mint egy balerina úgy szökkent most fel, és laza, lágy ejtéssel, egy pimasz ejtéssel átejti a kaput. Mondhatni, fociból vett szlogennel olyan brazilos megmozdulás volt ez most kézipályán. Bravo Armand, gyönyörű gól volt. Biali Bence meg nemes egyszerűséggel hárítja Vajda Milán lövését. Nagy Kristóf, ott a gól. Nagyon önzetlen volt Miski. Na hát kérem szépen. 18-9. 6 perc van hátra. Mármint az első félidőből. Potyognak a gólok.
18-9 tehát. Véd Bihari. Simon Zoltán lövése után. Indítás, Miski. Kapufa. Egy hatalmas nagy kapufát dob. Miski Zoltán. Hamarosan az utolsó 5 perc kezdődik már az első félidőben. 9 gólos előny a fehérgyarmati csapat birtokában. Ami annyit kozmetikázhat a Tiszavasvárja most goldobna, hogy 8 gólosra csökkenti a hátrányát. Ennek eleget is tesznek a vendégek. Kőszegi Krisztián dobja a gólt. 18-10 ezzel. Utolsó 5 percen belül vagyunk most már a rendes játékidőt illetően. Az első félidőben. 8 gólos fehérgyarmati előnynél. Pálfi, aztán Nagy Zsolt, Miski és fölé. Jöhet a Tiszavasvári. Vajda, Simon, beközépre. És véd a kapus, Bihari. Kovács Benedek lövését hárította. Kéri Nagy Ádám, Nagy Zsolt meg dob egy zúgó kapufát. Távolról nagy bomba volt. Nagy Ádám se lett volna rossz megoldás, hogyha neki játssza be esetleg. Mert egyedül állt ott a vonal előtt. Na de, nézzük. Oldalállóba bombáz Vajda Milán. Nagy Ádám! És milyen szögből ejti be Ádám! Szélről a kapufa velünk volt most ugyan. Ez igen. Nagy Zsoltot Szabó Gábor váltja. Hát Szabó Gabi barátunk meg ott a zsűri asztalnál kiélheti diszjoké hajlamait. Itt a háttér zajok biztosítása terén. Szabad dobás. És itt az újabb gól. Simon Zoltán a vendégek részéről. A 11. Tiszavasvári gól. A megszokott 8 gólos fehérgyarmati előny. 19-11 a találkozó állása. Diószegi most itt a bal szélen. Pálfi, Nagy Ádám. Szabó Gábor vonal volt, már két beállóval játszottunk, Varga József Armand és Szabó Gabi. Jöhet a Tiszavasvári. Simon, Vajda. Kőszegi. Elveszik a labdát a játékvezetők a vendégektől. Bihari Bence indítása, Nagy Kristóf, Nagy Ádám! És véd a kapus. Bódor Martin most nem csapta be. Nagy Ádám is egy kis fineszes gólt akart most lőni. Mérges is most Ádámra itt Tankóczi Gyula. Túl laza volt. Ugye ez nem szabad, hogy beidegződésé váljon egy fiatal játékosnál. Egyébként óriási tehetség Nagy Ádám. Mellé bombáz a tiszavasvári játékos Simon Zoltán. Diószegi. És Bódor kapus. Kimarad ez a lehetőségünk is. Egyetlen perc, az utolsó perc az, ami hátra van, az kezdődik ebben a pillanatban meg. Az első félidőben 8 góllal vezet a fehérgyarmati csapat 19-11-re, amikor most már az utolsó percen belül járunk tehát.
megint egy tiszavasvári támadás, amit figyelhetünk. Ez most mintaszerűen végig volt játszva, majd a Milán dobja a gólt. 19-12. No, az a kérdés, hogy meg lesz a félidő végére az a már-már megszokottnak mondható 8 gólos előny, ami az első félidő döntő részében a fehérgyarmati csapat birtokában volt. Jelenleg tehát 19-12. Bodor véd. 2 perces kiállítás. A második félidő első szűk 2 percét emberelőnyben fogjuk játszani. Kőszegi Krisztiánnak kellett 2 percre kiállnia. És kérem szépen, még egy időkérés. Hát ez az időkérés itt ugye 18 másodperccel az első félidő rendes játékidejének a letelte előtt. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy most Szabó Péter edzőnek ugye hasznosítható kétségtelenül jobban, nem véletlen, ugye, hogy ez a mi részünkről történt. 20. gólunkat dobhatjuk be, még az első félidőben, hogyha sikeresen megoldanánk ezt a szituációt. És most itt jól megbeszélik a fiúk, hogy mi az, amit ki lehet ebből a 18 másodpercből hozni. És szól a kürt. Lássuk akkor, hogy mi lesz itt az időkérés után. Varga József Armand, Diószegi Szabolcsa kedélyesen, Szabó Gábor koszogott mögöttük, Nagy Kristóf, Nagy Ádám és Pálfi Zalán, valamint Bihari Bence még a pályán. Emberhátrányban az egyébként csere nélkül játszó tiszavasvári ifjúsági csapat. Kőszegi kap egy kis pihenést. Na nézzük! Mennyire bizonyul hasznosnak ez az időkérés, ami itt a véghajrában történt. Nagy Kristóf, gól! Hasznos volt! Hasznos volt! Bejött a variáció, bejött az a verzió, amit Szabó Péter elmondott a fiúknak. 8 gól az előny az első félidő zárásakor. A fehérgyarmati csapat a Tiszavasvári ellen 20-12 arányban vezet. A két csapat a második játékrészben innen fogja folytatni. Tisztelt nézők! Következik a második játékrész, az Enjoy Robotics Fehérgyarmat Tiszavasvári ese ifjúsági bajnoki kézilabda mérkőzésen. Ezt a találkozót egyébként 2020. november 28-án szombaton délután rögzítjük Biró Tibor operatőr kollégámmal. 16 óra volt a mérkőzés első félidejének a kezdési pontos ideje. Zárt kapuk mögött egy nagy bravúr kapusunktól, Bihari Bencét váltotta a kapuban. Bodnár Ádám, aki egy gyönyörű szép védést mutat be. Ember előnyben játszik a fehérgyarmati csapat, ugyanis az első félidő hajrájában kiállították Kőszegi Krisztiánt, a vendégcsapat játékosát, aki emlékezetem szerint olyan 13 másodpercet húzott le az első félidőben a kiállításából, úgyhogy van még hátra itt a második félidőben is ebből. Szóval kapuban is van egy váltásunk, és Bodnár Ádámot egyből megdicsérhettük egy nagy-nagy bravúrért. És akkor szabad dobás. A fehérgyarmati csapat végzi a szabad dobását. És utána pedig Szabó Gábor volt szemfüles, és az ő gólja a 21. gól a fehérgyarmati csapatnak. Nagy Zsolt is tehát, Debrecenből visszajátszunk egyébként, egy sonkádi származású fiatalember. Nézzük a Tiszavasvárit.
teljesen jogos a játékvezető döntése, ugye és tényleg Nagy Zsolt kezéről vágódott a labda az alapvonalon túlra. Kis tanástalanság Simonnál megoldja. Vajda Milán. És Kovács Benedek pedig rajta volt Bodnár Ádám a projekten, hozzá is ér a labdához, de az végül utat talál a hálóig. Mekkora bejátszás Páfi Zalántó Szabó Gáborhoz, de egy óriási nagyot védett Bódor Martin. Marad a 21-13. Gyakorlatilag a találkozó kezdetétől fogva a fejegyamti csapat egyértelműsítette erőfölényét, játékfölényét. Hamar ellépett a Tiszavasváritól, és tulajdonképpen szinte el lehet mondani az egész első félidőben, jelentős részében az első félidőnek 8 gólos előnyt, ez volt a legjellemzőbb, hogy 8 gólos előnyét tartotta a fejegyamat. Most is 8 gól van a két csapat között, ami lehet, hogy 7-re csökken. Igen, Simon Zoltán az, aki betalál 21-14. Tehát. Nagy Zsolt, Nagy Ádám, unoka testvérek, amint megtudtam. Nagy Zsolt és Nagy Ádám. Pálfi Zalán, ez igen. Húj, mekkora gól volt. Na, akkor a találat, hogy még a nagypapa húsüzemében a kolbászok is finomabbak lettek tőle. 22-14. Pedig a Pálfi hústermékek finomak alapból. Zalán meg nagyon tehetséges játékos alapból. Simon fölé száll a bombája. Vason nem is a kapufán, a vason vágódott egyet ott a labda. Pálfi, Nagy Ádám, Nagy Zsolt. Nagy Zsolt, de gyönyörű volt! De aztán kapufa is az oldalon kívül landol a labda. Bravúros megoldás Nagy Zsolttól. Igazi játékmester. Hát nem gyengültünk vele, mit mondjak. Továbbra is zavaróba kijövünk itt Nácsa Gáborra. Kovács Benedek fölé bombáz. De lehet, hogy még Ádám, Bodnár Ádám is hozzáért Újhegyjel. Pálfi. Blokkolják a lövését, Bódor meg így megszerezheti azt. Nácsa Gábor vezetgette őt, teszi tovább Vajda Milánhoz. És egy spárga Bodnár Ádámtól. Egy gyönyörű spárgás védés. Nagyon ruganyos a fiatal kapus. Goldob a tiszavasvári szélről szépen Simon Zoltán. Ügyes lövés volt. 22-15. És önök hallhatják a hangeffekteket itt a csarnokban. Úgy egy kis szurkolás imidzse van a dolognak. Ugye ott a laptopról Szabó Gabi barátunk adja ezt a háttér alapzajt. Pálfi Zalán lövés, és köszönet jár ugye Bíró Tibor kollégámnak, mert ő dolgozott azon, hogy ez itt meglehessen, ez az atmoszféra. Ugye ezt már megszokhattuk a foci meccseken, hogy ott is ugye játszanak, hogy legyen egy kis valami kis hangulat a légköre a meccseknek. Fölé bombáznak a tiszavasváriak és Kovács Benedek. Haj, Nagy Ádám! Ádám gyönyörű gólt dobott. Nem védhette a kapus, azt gondolom, ezért nem hibáztathatják Bódor Martint.
Hát Gyulai Ákosnak, a vendégek mesterének nincs egyszerű helyzete csere nélkül. Ez szerintem minden edzőnek egy rémálma. Diószegi! Diószegi! Ott a gól! Diószegi, Szabolcs, Kornél! De azért dicsérjük meg az indításért mindenféleképpen Nagy Zsoltot is. Jelenleg 9 góllal vezetünk. 24-15 arányban. Ugye, és hát ne feledjük, azért a második fél időben még hatványozottabb a jelentősége lehet az ember hiánynak, ugye a tiszavasvári kispadon. Simon Zoltán széről megint szép gólt lőtt azért. Itt menet közben tegyük már ezt hozzá. Bihari Bence látja el közben ott instrukciókkal Bodnár Ádámot, hogy mire figyeljen, de biztatja is ifjú csapattársát közben. Pálfi Nagy Zsolt, kimegy a labda. Nagy Kristófnak lett volna ez száma, de igazából ez nem volt most olyan túl jó Kristóf számára. És egy visszapattanó labda, ott a tiszavasváriak elé Kőszegi Krisztián próbálkozott egy lövéssel, fölé száll a lövése. És akkor most egy időkérés, Szabó Péter odahívja magához a csapatának a tagjait, és hát természetesen Gyulai Ákos is elláthatja instrukciókkal a vendégcsapatot. Megtörtént az időkérés, megtörténtek az edzői utasítások, folytatódik a találkozó 8 gólos fehérgyarmati előnyről, 24-16 arányban vezet a fehérgyarmat a tiszavasvári ellen, 9 perc telt el a második félidőből most már. Na nézzük! Nagy Ádám, Nagy Zsolt, Pálfi, Diószegi! Ott a gól! Diószegi egy gyönyörű mozdulattal bevarja. Szélről. Aztán lepacsiz a kispaddal. No, 25-16. Megint hatékony volt az időkérésünk. Hiszen közvetlenül utána gólt lőttünk. Pálfi, labdát szerzünk. Nagy Ádám, Diószegitől kapja. És Nagy Ádám. Egészen higgadtan. Na hát, motoszkál valami ebbe a fiúba, maradjunk annyiban. 26-16, 10 góllal vezet most már a fehérgyarmati csapat. Akkor, amikor 10 perc telt el a második félidőből. Hát szóval az, hogy mi itt azért tudunk cserélni, az még akár növelheti is itt az előnyünket. A félidőben ugye 8 góllal vezettünk 20-12-re, de hát nem csodálkoznék, ha még nagyobb lenne a különbség a végére. Igen, most már fáradtság jelei, ugye Simon Zoltán is, ahogy most elejtette a labdát, Szabó Gábor megmenti, Diószegi, Szabó Gábor, és Szabó Gábor gólt dob. 27-16, most már 11 gól a különbség a fehérgyarmati csapat javára. Egyre jelentősebb a különbség. Kőszegi, Simon, Kovács. Kőszegi lövése megpattan ott a védő falunkon. Kovács Benedek tör be, és egy nagy gólt dob. És egy 2 perces kiállítás Szabó Gábornak.
Időközben ott egy csere is, jön Miski Diószegi helyére. Miski, Pálfi, Nagy Zsolt. Pálfi. Nagy Ádám. Nagy Zsolt. Miski. Szabad dobás. Miski, Nagy Zsolt. Pálfi, véd a kapus. Bódor Martin. Kitenyereli. Pálfi lövését. Ember hátrányban játszunk most, tehát ne feledjük. Hát, ha emlékezetem nem csal, ez a meccs az első ember hátrányos helyzetünk. Gólt kapunk. Simon Zoltán bevarja szélről, kiméletlenül. 27-18. Három perc telt most már el a második félidő rendes játék idejéből is. És 15 másodperc múlva kiegészülünk. Ha, Nagy Kristóf még behajolt szinte, megnézte és bedobta. Bódor Martinon egy picit néha már látom a hitehagyottságot, hát nem csodálkozom, maradjunk annyiban. 28-18, 10 gól közte. Egy kis indián tánc itt Nácsa Gábortól. Kovács Benedek, Nácsa Gábor. És szépen Vajda Milán betört, meglátta a rést ott a védekezésünkben. 28-19. Pálfi. Nagy Zsolt, Nagy Ádám, Nagy Kristóf. A nagyok. És Varga József Armand lábára pattant a labda. A tiszavasvári csapata támadhat. És hát lassan most már a második félidőn első fele is el fog telni. Szépen csinálta, amíg a lövőhelyzetig jutott Nácsa Gábor. 28-20, megint az a 8 gól különbség. Az a bizonyos említett már-már ennek a meccsek a védjegyévé vált 8 gólos fejegyarmati előny jelen pillanatban. És egy újabb csere a kapunkban. Na mondjuk 12-essel van ő is, de ő nem Bihari Bence, az biztos. Férfiasan bevallom, nem ismerem a fiatal embert, de majd kiderítjük, hogy ki is lehet ő 12-es számmal. Ha lesz időkérés, akkor Szabó Gabi kollégánktól megkérdezzük. Időközben azonban mi gólt dobunk. Nagy Ádám volt az, aki okosan használta ki a lehetőséget, és lám-lám, itt is az időkérés. 29-20-nál tehát megint egy kis szusszanás. Tisztelt nézők, Biró Tibi kollégám már is kiderítette, az 72-es, amit itt innen előről nagyon 12-esnek tűnt, hát Fekete Máté a kapunkban tehát. Fekete Máté az, aki váltotta Bodnár Ádámot, és ő véd tovább itt a félidő felétől. Úgyhogy fény derült a rejtélyre már is. Na nézzük a tiszavasvári támadást. És amikor a mez hátulját láttam az előbb, akkor már egyértelmű is volt, hogy valóban az hetes,
csak innen előről tűnik az is egyesnek, de itt közelebbről már igen, hát igen, így már valóban 72-es. Na de, nem kapunk gólt, és mi jöhetünk megint, 10 gól lehet a különbség a javunkra, ha gólt dobunk, mi több, 30-20 lesz a találkozó állás, azaz 30. gólunkkal dobhatjuk. A következő gól mindenféleképpen az 50. gólja lesz ennek a mérkőzésnek. Jubileumi találat tehát. No, kiszerzi majd. Levágódik Nagy Zsolt lövése, a védőfal hozzáért. Megvan a jubileumi találat szerzője, nem más, mint Pálffy Zalán. 30-20 a találkozó állása a fehérgyarmati csapat javára Tiszavasvár ellen. Harmadosztály D csoport férfi kézilabdai fiúsági. Egészen pontosan. És Fekete! No, jó debütálás! Fekete Máté kint a kispad irányába. Miski Zoli meg azzal van elfoglalva, hogy gólt szerezzel, és gólt is szerez. Hozzáér ugyan Bódor kapus, de nem tud védeni. 31-20 ezzel a találkozó állása. 11 gól most már a fehérgyarmati csapat előnye. Szóval az a bizonyos említett fáradtságfaktor, az, hogy nincs egyetlen cseréje sem Gyulai Ákos edzőnek a tiszavasvári kispadján, szóval ez nem létezik, hogy ez itt még ugye ne ütközön ki majd itt a meccs hajrájához közelítve, egyre inkább. Meg hát számíthatunk rá, hogy a második félidőben is ugye ennek bizony hát valahol törvényszerű, hogy ki kell ütköznie. Gólt dob most a vendégcsapat. Nácsa Gábor egy szép gólt szerzett. 31-21 ezzel. Tíz gól különbség tehát. A fehérgyarmati csapat vezet 10 góllal. Miski, Pálffy, Nagy Ádám az irányítóban, Nagy Zsolt, Nagy Kristóf, Pálffy Zalán, Nagy Ádám, nagy játék, nagy gól, illetve inkább okos, de csodaszép gól. Egy az egyben Nagy Ádám, gyönyörűen megoldja megint, már nem az első ilyen találata. 32-21 ezzel a találkozó állása a fehérgyarmati csapat javára. Nagy kedven játszik a fehérgyarmati ifjúsági csapat Szabó Péter együttese. Látszik, hogy élvezik a fiúk a játékot. Miski és Nagy Ádám. Parádé! Egészen elképesztő. Hogy élvezni ezt a közönség? Mert azért nálunk már ifi meccsen is itt szokott azért ülni közel 100 néző. Különösen már második félidőben. Akik most sajnos kimaradnak ebből, de nem maradnak ki teljesen, mert mi itt Biró Tibor kollégámmal jelen vagyunk, és rögzítjük önöknek. Kaptunk már nagyobb pozitív visszajelzéseket serdülő utánpótlás meccsek kapcsán. Nagyon örülnek a hozzátartozók, szülők, hogy felveszük ezeket a mérkőzésünket. Hát ahogy erőnkből telik, meg időnkből, mi igyekszünk, tisztelt nézők. Igyekszik Simon Zoltán is. Iparkodik ott a jobb szélen a tiszavasváriból. Lő egy gyönyörű gólt most is. 33-22. És azért a sport élményt ad. Talán azoknak a semleges nézőknek is reményeim szerint, akiknek egyetlen hozzátartozója sem játszik itt a pályán. Ők sem bánták meg, hogy bennünket választottak. Hiszen ez egy óriási veszteségek hete volt. Hiszen elvesztettük a labdarúgásban a királyt, Diego Armando Maradonát, a foci istenét, aki 60 éves korában itt hagyott bennünket. De ugye, hát a magyar könnyűzene is elképesztő legendákat veszít. Benkő Laci bácsi elment. Elment. Balázs Fecó, a koronavírus elvitte. Borzasztó fájdalmak ezek. Kapufa Nagy Ádámtól. Nagyon szép volt amúgy Nagy Zsolt bejátszása. Itt a gól, Tiszavasvári gól, Kőszegi Krisztián,
33-23. Utolsó 10 percen belül vagyunk a mérkőzésen, mi több? Gyakorlatilag jó bő 8 perc van hátra a találkozó rendes, tiszta játék idejéből most már. 33-23-ra 10 góllal vezet a Fehér Gyarmat. Hallatszik a ki a jó, de sajnos ez csak a hangszórókból hallatszik, és nem a valóságban a nézőtérről. Zárt kapus meccs. Nagy Kristóf fölé bombáz. Jöhet a Tiszavasvári. De szépen csinálta most ezt a vendégektől Kovács Benedek. Az is, ahogy betört a védőfalunkba, tisztára játszotta magát, és amilyen pontos lövéssel befejezte ezt a tiszavasvári támadást. Bravo Kovács Benedek, 33-24. Ezt nem védhette Fekete Máté. Pályán nálunk négyese Bíró Martin is. Ő a mi szakállasi fistánk. Nagy Kristóf, Nagy Zsolt, Miski Zoltán, Nagy Kristóf, de szép! Gyönyörűen volt végigjátszva. No, megkomponált, felépített, végigjátszott támadás. 34-24, Nagy Kristóf a gólszerző. Ami szép, az szép, no. Lepattan Varga József Ármándról Kovács Benedek. Goldob a vendégcsapat részéről, majd a Milán ellenállhatatlanul tört be. Pál Fizalán is ellenállhatatlan! Bíró Martin megfogja. Most nem tudod Zalán az eszén túljárni. Kovács Benedek kapja vissza a labdát, Vajda Milán. Belemenés. Vajda Milán borította ott Pál Fizalánt. És itt a gólunk Bíró Martin részéről, de dicsérjük meg. Varga József Ármándot is, nagyon szép és pontos volt az indítása Bíró Martinhoz. És egyáltalán nem szakállas gólt dobunk. Martin ügyes volt. No, meg Ármánd is. 35-25, 10 gól közte. Nem ért hozzá Fehér Gyarmati játékos ezek szerint? Én úgy láttam egyébként, most őszinte leszek. El is ismeri Varga József Ármánd. Tarnavölgyi Gergely fújtott rá most a kollégára Bíró Dávid Márkra, de szerintem Bíró Dávid Márk sem haragszik ezért. Szemből ő jobban látta. Én is egyébként érzékeltem, de hallgattam. Tehát bűnösök közt ugye vétkes, aki néma, de fölé dobják aztán a tiszavasváriak. Tényleg látszott, hogy egy fejegyapti játékos hozzáért. És ez így sportszerű. Hát tisztelt nézők, 5 perc van hátra a találkozó rendes játék idejéből. Sőt, most már mire ezt elmondom, az utolsó 5 percen belül van az óra mutatója. 10 gól az előny a Fehér Gyarmat ifjúsági csapatnak a tiszavasvári ellen. 70 gólt rögzített Bíró Tibor kollégám kamerája. Hát volt góltermés, mit mondjak. Mondjuk ez azért annyira nem dicsérete a védekezéseknek. Kettő perc, Diószegi. Diószegi mégis pantomimot itt eljátszik. Hát tudja ő, érzi pedig, hogy jogos, még a vendégcsapat mestere Gyula is jó derül ezen. Nagy showman Diószegi Szabolcs Kornél. Jogos a kettő perc, és maradjunk annyiban, jól vezeti az ifjúsági mérkőzést a Bíró Dávid Márk, Tarnavölgyi Gergely játékvezetői duó. Simon Zoltán goldob. Szép goldob. 35.
Tisztelt nézők, egy pici kis technikai szünetünk, de folytatódik is a közvetítésünk. Nem született gól ez alatt a rövid kis technikai szünet alatt. 35-26-ra vezet a fehérgyarmati csapat 9 góllal. Ember hátrányban játszunk diószegi kiállítása miatt. Egy szűk percig még. Ohaj, mekkora kapufa! Nagy Kristóf lábára vágódik a labda. Vajda Milán leforgácsolta a kapufánkat. Na, csak kiszélre, ott a gól. Kőszegi Krisztián dobja a tiszavasvári 27. gólját. 8 gól közte. Az a megszokott 8 gól. Időkérés a fehérgyarmati csapat részéről. Szabó Péter 3 perccel a találkozó rendes játékidejének a letelt előtt még odahívja magához a fiait, még akar egy kis instrukciót adni nekik. Hát kérem szépen. 35-27 arányban vezet az Enjoy Robotics fehérgyarmat ifjúsági együttese a tiszavasvári ese ellen. Itt a fehérgyarmati városi sportcsarnokban 2020. november 28-án rendezik ezt a találkozót. Ekkor rögzítjük mi ezt Bíró Tibor operatőr kollégámmal. Tisztelt nézők, igyekszünk ezeken az árkapus meccseken tőlünk telhetően itt lenni, rögzíteni önöknek, amit látják, az utánpótlás meccseket is bemutatjuk, azért, hogy minél kevesebben legyenek olyanok, akik szeretnék megtekinteni, és ugye lemaradnak ezekről a mérkőzésekről, élőben nem tudnak itt lenni velünk, nekik tudunk ezzel kedveskedni, hogy azért legalább felvételről odahaza, ott a kényelmes karosszékben, egy műzli szeletet majszolgatva megnézik. Mondjuk én lehet a karosszékben most egy pacal pörköltöt verek éppen be, de lehet én is megnézem még egyszer. Úgyhogy ki mit kedve tart, az fogyasszon. Egy a lényeg, tartsanak velünk, higgyék el, megéri. Hiszen lám, milyen lelkesek ezek a srácok, és mennyire jó szívvel küzdenek itt végig ezen a mérkőzésen. És ezt nekünk is jó érzés rögzíteni Bíró Tibor kollégával. Egy alapvetően a játékot, a kézilabdát élvező ifjúsági csapatot láthattunk itt a mai estén, akik egyértelműen jobbnak bizonyulnak ellenfelüknél, a tiszavasvári fiataloknál. Azoknál a tiszavasvári fiataloknál, akik, tegyük hozzá, az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyetlen csere nélkül jöttek el, de becsülettel eljöttek, pontosan ki vannak, így azért nem egyszerű, valljuk be őszintén. Minden esetre ez a mi dolgunkat bizonyos szinten megkönnyítette. Na de hát, ezzel a lehetősége nekünk azért élni kellett, és oda kellett azért tisztességgel tenni magunkat ehhez a meccshez. Kiegészülünk, jön vissza Diószegi. Minden esetre az ifjúsági csapatunk maga biztosan behúzza ezt az újabb hazai mérkőzését. Jó játékkal húzza be ezt az újabb hazai mérkőzését. Nagy Kristóf, gyönyörű gólszélről, Nagy Zsoltól kapta a labdát. 36-27, 9 gól közte. Kettő perc a hátra a találkozóból, tisztelt nézők. Hát soha rosszabb kis utánpótlás meccset, én úgy gondolom. Egészen biztos vagyok abban, hogy akik szeretik a sportot, akik szeretik a kézilabdát, azok nem csalódtak közvetítésünkben. Labdát szerzünk. Diószegi indítása, Nagy Zsolt. Ott a gól. Gyönyörű volt Diószegi indítása, gyönyörű volt Nagy Zsolt lövése. 10 góllal vezetünk, 37-27-re, másfél perc van hátra a találkozóból. Ugye háttér effekttel bonyolítjuk a meccset. A háttér effektért köszönet Bíró Tibor kollégámnak. Gól vendégcsapat részéről, szélről, Kőszegi Krisztián, szélről egészen szép számú gólt termeltek egyébként a vendégek, ott Simon és Kőszegi is. Szimpatikus volt a vendégcsapat, sportszerűen lelkesen küzdött, csere nélkül megtették, ami tőlük telett. Azt gondolom, hogy közülük sem vitathatja senki sem, hogy ma este a jobb csapat fog győzni a fehérgyarmati csapat személyében. Nagy Kristóf, húj, mekkora hálótartóvas bomba. Tisztelt nézők! Úgy gondolom, hogy jó meccset láthattunk, gólgazdag meccset láthattunk. 65 gólt rögzített eddig már Bíró Tibor operatőr kollégám kamerája. Azok között rengeteg gyönyörű gól volt, nagyon sok szép hazai találat volt, szép vendégtalálat is. Ha gólt dobnánk most,
a hátralévő 20 másodpercben, akkor 10 góllal nyernénk meg a mérkőzést. Akkor 10 gól. Különbsége 8 gól volt a félidőben, 20-12-re vezetett az ifjúsági csapat a félidőben. Lehetőség van arra, hogy 10 góllal nyerjünk. Ez lehetőség marad, aligha nem 9 gólos különbség. Hoppá! Feketének! Még a kapusok egymás közt eljátszadoztak. Bódor Martin megpróbálta, és bizony bravúra kellett Fekete Máténak állítania. Ez volt a záró momentuma a mérkőzésnek. Tisztelt nézők, az Enjoy Robotics Fehérgyarmat ifjúsági együttese 37-28-ra 9 gól különbséggel legyőzi a Tiszavasvári SE ifjúsági együttesét. Itt a harmadosztály D csoportjában, a férfi kézilabda ifjúsági bajnokságban. Én Biró Tibor operatőr kollégám nevében is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel megköszönöm valamennyiüknek a kitüntető figyelmét. Remélem, hogy közvetítésünk kellemes perceket jelentett az önök számára. Jól szórakoztak azok is, akiknek kedvencei, hozzátartozói itt a pályán voltak, és azok is, akik csak úgy kettelésből, időtöltésből velünk töltötték ezt a mintegy másfél órát. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, ne feledjék, vigyázzanak magukra ezekben az időkben, tartsák be a szabályokat, az egészség, az élet mindentől fontosabb, és nézzenek bennünket, amikor csak tehetik. Kezit csókolom a hölgyeknek, viszontlátásra az uraknak!